Az Egyesület célja Budapesten, hogy a listállításhoz szükséges mennyiségű kerületben polgármestert és képviselőket indítsanak, valamint, hogy a főpolgármesteri kampányban bemutassák, miként képzelik el Budapest következő 30 évét. A közgyűlés megállapította, hogy a Fidesz felülről vezérelt és hagyományosan Budapest ellenes. A parlamenten belüli ellenzéki pártok pedig egymás közötti személyes, pénzügyi és ideológiai vitáik miatt nem vagy csak nagyon korlátozottan képesek a budapestiek valódi érdekeinek érvényesítésére. A mozgalom szerint ezért a pártok jobban tennék, ha nem indulnának jelölő szervezetként a fővárosi önkormányzati választáson. Az Egyesület ezzel szemben nyitott minden kerületi vagy budapesti civil szervezettel, illetve politikussal való együttműködésem, akik tenni kívánnak Budapest hosszú távú fejlődéséért. A szervezet elnöke úgy fogalmazott, idézem, a szolidaritás mozgalom legfőbb célja, hogy Budapestet a szolidaritás városává tegyük. És akkor itt is van velünk Székely Sándorra, a Szolidaritás Mozgalom elnöke. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Um, Ugye az, hogy, hogy az önkormányzati világban a pártok, az ellenzéki pártok kicsit vonuljanak hátrébe, ez a Jászberényi kétharmados ellenzéki siker után egy abszolút téma volt, és talán a Jobbik javasolta kifejezetten a pártpolitika mentes önkormányzati politikát, amit viszont önök mondanak abban számomra az az újdonság, hogy mindez Budapesten is elvárnák, ott, ahol az ellenzék kifejezetten erős, és hát a legnagyobb sikereit élte meg az elmúlt időszakban, és hát vélhetően azért a következő önkormányzati választáson is van esélye, hogy jól teljesítsen. Akkor miért veszik ebbe a körbe Budapestet? Én pontosítani szeretnék, ugye a magyar szolidaritás álláspontja az, hogy a pártok ne induljanak az önkormányzati választáson, és itt nem az ellenzéki pártokra gondolunk, hanem úgy unblock. Tehát mi azt gondoljuk, hogy, hogy a párt politika, a párt logika az megmérgezi a, az önkormányzati működést. Ugye az önkormányzatok, azok arról szólnak, hogy akár, akár egy faluban, egy kis településen, vagy megyeszékhelyen, vagy Budapesten, hogy hogyan működjön a város. A most az elmúlt évek pártpolitikai őrülete, amit itt mi végignézünk, az elmúlt 30 évben is, de most már az elmúlt 12 évben is mindenki mindenki ellen van, az szerintünk káros abban, hogy az önkormányzatok működni tudjanak. Úgyhogy mi ezért gondoljuk ezt egyébként, az ország 3200 településében, ez 3000-ben, ugye a 10 fő alattiakban, ez jellemzően így van. Az, hogy pártok vannak az önkormányzatokban, ez a 10 fő fölötti településekre hát vonatkozik. Nem van. igazán mérhető támogatottsággal rendelkező mozgalom részéről megmondani azt, még az ellenzéknek is, hogy mit csináljon, az egy elég ambíciózus terv, de hát még a Fidesznek, mert ugye azt mondta, hogy általában. Mi nem, a mondjuk, meg, mi nem mondjuk meg, mi azt, mi azt gondoljuk, hogy, hát hogy, mi az hogy, hogy, szere, hogy ez nem felszólítás, hanem ez egy. Ez egy, hogy mondjam, nekünk ez a véleményünk, hogy ezt így nem lehet csinálni tovább. Ugye Budapesten 50 éve várunk például arra, hogy a hármas metró kimenjen új palotára. 30 éve vannak rózsdaövezetek Budapest területén. Itt történik a legtöbb gyalogos gázolás, nincsenek felfestve egy csomó helyen a zebrák. Én nagyon nehezen lehet lakáshoz jutni egy átlag magyar állampolgárnak Budapesten, és most nagyon hosszú felsorolás van, hogy milyen általánosulnak vannak, és ezek leginkább abból is fakadnak, hogy az önkormányzatokat a kerületikben is, meg a fővárosiban is, a pártok, pártlogika alapján egymást akadályozzák, hogy valakinek lenne egy jó ötlete, vagy egy jó programja is, is végigvinni, és nem lehet. Nem egyszínű, de még amikor ugye Tarlós és nem volt a főpolgármester, Mi? még akkor is nagyon sok vitája volt Így az az azonos színű kormányjal. Így van. De mióta ugye a Gergely a főpolgármester, pedig végképp arról van szó, hogy alapvetően nem az ellenzéki pártok közötti torzsalkodások akadályozzák a beruházásokat, hanem az, hogy a kormány hát finoman szólva is nem támogatja. Így van. Az így, van, így van. És képzeljék, hogy mennyivel Akkor egyszerűbb nem lenne. ez egy kérdés, hanem ez hát, hát, egy kérdés. És mennyivel egyszerűbb lenne, hogyha ez a kérdés kikerülne a napirendről, és a magyar kormánynak egy független, vagy egy, vagy egy nem nem rendelkező önkormányzattal kellene együttműködnie. Tehát kivennénk azt a, azt a, azt a szákát ebből az egészből, hogy a amik ugye van a Fidesz, meg mondjuk az ellenzéke, vagy mondjuk öt év múlva, amikor mondjuk a bárki más lesz kormányon, és mondjuk a Fidesz Ez akkor nem a, nem a, nem a, nem a, nem a pártok harcolnak egymásért, hanem van egy fővárosi önkormányzat, aminek mondjuk van egy 30 éves terv, és az, azt akarja végrehajtani és ezt a kormány értem. azt neki nem kell azt nézni, hogy most akkor megerősödik-e az én ellenzéken, vagy nem erősödik meg ezzel az Azért nem értem ennek a elképzelésnek a realitását, mert hogyha mondjuk kivesszük a pártokat, az ellenzéki pártokat mondjuk ebből a képből, és mondjuk civil szervezetek, mint ahogy egyébként ez elég, komoly tendencia, most végignéztem a 2019-es önkormányzati választás eredményét a megyei jogú polgármester. És nagyon-nagyon sok helyen helyi egyesületek színeiben nyert a polgármester, és csak beálltak mögé az ellenzéki pártok. De ha kivesszük a pártokat, hát akkor is a hatalom ellenpontja a Fidesz számára igazából mindegy, hogy hogy hívjuk, egyesületnek, mozgalomnak vagy pártnak, az egy politikai ellenpont lesz, és nem fogja támogatni. Tehát, hogy mindegy, mi a neve. Én, én, én nem gondolom, hogy a, a Fidesznek tá, a, 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 tehát, hogy mondjam, hát ez, ez, a pártlogika. Én nem gondolom, hogy a, tehát szerintem egy bármilyen színezetű kormánynak együtt kell működni egy, egy, egy önkormányzattal. Hát ugye egy városüzemeltetésről van szó, hogy fejlődjön az az adott település, most azt teljesen, hogy a főváros ez, vagy a legkisebb falu. Ugye Alapkérdés, hogy ezek a dolgok működjenek. És ugye, hogyha itt pártpolitikai csatározások vannak, akkor, akkor bizonyosan is ez egy, ez, ez egy nehéz ügy. Amúgy is nyilván nehéz egy települést, egy Budapestet, vagy akár egy megyeszékhelyet működtetni, de ha még erre rájön a pártpolitikai csatározás is, akkor az még Néz, nem. Né nézzük pár konkrétumot. Ugye nehezményezik azt, hogy például hosszú távú fejlesztések Budapest szempontjából nem valósulnak meg, vagy hogy például sok helyen rendbe kéne tenni az utakat és hogy a kerületek és a főváros viszonyában sok helyen belezavar, miközben ugye csak a két példakapcsán láttuk azt, hogy mondjuk Lázár János hogy húzta le például a Városmajori fejlesztést a listáról, a nem soha felkiáltó jelen, amit valószínűleg még Fűrés is meglepte, vagy az utak kapcsán, ugye itt se a kerületeknek van igazán gondja, hanem az a, az a probléma, hogy nem kapnak pénzt a kormánytól ilyen felújításokra. Így van. Tehát hát ugye ezek ez, ez... Nem, nem, igazán, nem kerületi tehetetlenségről tanúskodnak egy sok, sok helyzetben. A, 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 ugye Ezt arra értettük, hogy a Budapesten 23 kerület van, né? és ugye erre jön még egy fővárosi önkormányzat is, és különböző szinteken, különböző párhuzamoságok vannak, tehát például közútkezelői, vagy bármilyen más ügyekben is, Ugye többen is eljárnak esetleg ugyanabban az ügyben, és nem teljesen világos, hogy kié a, a kompetencia, tehát ugye ezt ugye erre értettük. Tehát ezek technikai ügyek, uh -huh. amiket rendbe kellene tenni Budapesten, ezek is már hosszú évtizedek óta akadályozzák a főváros működését. Ezt egyébként még Magadámszki Gábor is egy interjújában elmondta, hogy ez egy nagyon nehéz kérdés. És akkor, ha túlmegyünk a technikai adani. ügyeken, akkor mi a főmondásuk a következő önkormányzati választással kapcsolatban? Tehát, hogy milyen elvek mentén esetleg kit támogatva? lépnek a ringbe. Hát ugye mi most önállóan ö, ö, kívánunk ö, elindulni, alapvetően a kerületi civil szervezetre kell, illetve a városi civil szervezetekre számítunk, és aztán majd meglátjuk, hogy ö, ö, pártokkal tudunk együttműködni, de ugye, ugye akkor tudunk a pártokkal együttműködni, esetleg, hogyha ők is átveszik tőlünk azt a gondolatot, hogy az önkormányzatiságban nincs helye a pártlogikának. Az iszom milyen lesz itt az együttműködés? Hát amilyen eddig is volt. Tehát nem fűzik szorosabbra, és nem is lesz lazább. Igen, tehát hogy... A, arról mit tudunk, arról a mondatról, amit idéztem már öntől, hogy ha Karácsony Gergő tényleg civilként akar indulni, akkor nyitottak a tárgyalásra. Hát ez az igazság. Ez, amit... hogy tényleg civil vagy nem civil. Ha jól nézzük a Karácsony Gergő mozgását, akit mi támogattunk 2019-ben a két előválasztáson, akkor ha jól értem, ő ellép a pártoktól. De nem vagyok biztos, hiszen nem beszéltem vele ö, személyesen három éve. Ö, ha ő azt gondolja, ha ő egyetért velünk, hogy a főváros vezetésében nincs ilyen helye a pártlogikának, hát akkor csak akkor, akkor nyilván közülést akkor... működtetnie kell, amiben ugye dominálnak a pártok, az ellenzéki pártok. Ilyen pillanatban jelent, úgy... ez így van. Én, ez a realitás. Ez így van, ez a realitás, és ha jól értem, a, a Karácsony Gergő és a többi ellenzéki párt között vannak feszültségek. Én azt gondolom, hogy ha, ha, a Karácsony Gergőnek tetszik az a mondandó, amit mi mondunk, akkor mi szívesen tárgyalunk vele is akár az egyik szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm szépen a lehetőséget. És akkor